53. nap. A világon először evezte át az Atlanti-óceánt Kovácsik Levente és Szabó Norbert Ádám. A két barát 2015. októberében indult útnak egy kajakkal Spanyolországból, majd 84 nap és 6500 kilométer után kötötte ki Antiguán. Az úton számos kalandban volt részük, a karácsonyt és a szilvesztert is a nyílt vizen töltötték, és cápával is találkoztak. Az utazás ötlete 2011-ben fogalmazódott meg, az utat pedig hosszas felkészülés előzte meg. 2011 nyarán a Balatonra jöttünk le éppen nyaralni, és ott gondolkodtunk azon, hogy kellene valami olyat tennünk az életünkbe, ami egy igazán nagy kaland, egy olyan lelki utazás részben, amit egy saját útként élnénk meg. Így született meg az a gondolat a fejünkben, például, hogy végig sétálnánk az El Camino-n. De ugye ez annyira felkapott dolog volt már akkor, hogy tovább gondoltuk ezt az ötletet. A Balaton Színház Világjáró Klubjának első idei rendezvényen Szabó Norbert Ádám az élménybeszámoló mellett az expedícióról írt könyvét is bemutatta. A Teljes szívvel címet viselő kötet nem csak egy hajónapló, hanem egy lelki utazás története is. Szívem acélsatóba szorul, lelkem fájdalom bénítja. A Világjáró Klub minden évadban igyekszik a már ismert előadók mellett újdonságokkal is szolgálni a közönségnek. Így volt ez Szabó Norbert esetében is, aki szívesen fogadta a keszthelyiek meghívását, és nagy átéléssel mesélt a kalandjairól. Vannak olyan csodabogarak, ha lehet így fogalmazni, pont a mai előadónk talán egy ilyen úriember, aki valamilyen cél tűz maga el, és elindul a világba, a hegyeket másznak meg, éppen expedíciós hegymászok, vagy éppen átkajakozzák az Atlanti-óceánt. Figyeljük a híradásokat, és aminek van egy kicsit nagyobb médiai visszhangja, azt már megtaláljuk, és innentől fogva már egyszerű az út, megpróbáljuk őket elérni és megimitálni, de... Szabó Norbert a jövőben már nem tervez hasonló expedíciókba belevágni. Jelenleg a kötetével járja az országot, és a jövőben szeretne az úti élményekről egy filmet is forgatni. A Világjáró Klub következő előadására február 27-én hétfőn kerül sor, a téma pedig Svájc, az Alpok és a turizmus országa.